Beperelhetik a Maros megyei tanfelügyelőséget a közösségi iskola hálózatra vonatkozó több kérés indokolatlan megtagadásáért. Marosvásárhely polgármesteri hivatalának iskolákért felelős igazgatósága két alkalommal is kérte, hagyják jóvá, hogy a volt második Rákóczi Ferenc római katolikus gimnázium, a Bolyai Farkas gimnázium alegysége legyen, de ezt megfelelő indoklás nélkül megtagadták. A Maros megyei tanfelügyelőség beperelését fontolgatja a polgármesteri hivatal, miután előbbi önkényesen, megfelelő indoklás nélkül elutasította a város indítványát, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Liceum alegységeként működtessék a következő tanévben a második Rákóczi Ferenc római katolikus gimnáziumot. Magyarázatuk, hogy a helyi tanács még nem hagyta jóvá a helyi iskolahálózatot a következő tanévre, ilyen esetben pedig új oktatási egységről a tanügyminisztérium dönthet, azért nem állja meg a helyét, mert az önkormányzat határideje akkor még nem járt le az iskola hálózat elfogadására, és azt a soron következő tanácsülésen el is fogadták volna. Tamási Zsolt, helyi tanácsos, az iskola volt igazgatója, a múlt heti tanácsülésen arra kérte a városháza jogászait és az iskola igazgatóságot, hogy elemezzék azt a lehetőséget, hogy bepereljék a tanfelügyelőséget. Ebben az esetben a tanfelügyelőség hatalmi visszaélést követett el, és ezért is a tanácsülés végén kértem, hogy az önkormányzat jogászai vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy milyen formában és hol lehet ezért jogilag is számon kérni a tanfelügyelőséget, mert hosszú távon nem fenntartható egy városban egy iskolahálózatnak a működtetése olyan formában, hogy gazdasági és más önkormányzati szempontok szerint indokolt átalakításokkal szembe a tanfelügyelőség egy egyszerű nemmel válaszol. Hozzátette, nem csupán a katolikus iskolai jogi struktúrájáról van szó, hanem a kevés diák számmal működő szakliceumok összevonásáról is, hiszen az épületek fenntartási költségei magasak, viszont a tanfelügyelőség erre a kérésre is egyszerűen nemet mondott. Az önkormányzati képviselő információi szerint, ha a városháza nem is, de a marosvásárhelyi Giorgio Emil Paládi orvosi, gyógyszerészeti, tudomány és technológiai egyetem biztosan be fogja perelni a tanfelügyelőséget, miután arra a kérésre is önkényesen nemet mondtak, hogy az iskola hálózatban alegységi pozícióban szerepeljenek az egyetem által minisztériumi engedéllyel létrehozott posztliceumi és elméleti liceumi tagozatok. A decemberben felterjesztett iskola hálózati tervezetben ezt az igényt is feltüntették.